Az EU felkészült a megegyezés nélküli Brexit forgatókönyvére, mondta a bizottság brexitügyi főtárgyalója Michel Barnier. Arra is kitért, hogy a brit alsóház múlt héten ugyan a no-deal Brexit ellen szavazott, ám az, hogy leszavazták, még nem véd meg attól, hogy bekövetkezzen. Mint mondta, mindenki jobban teszi, ha a megegyezés nélküli szcenárióra készül. Várjuk, hogy pontosan mit is szeretne Theresa May kérni, ami lehet egy hosszabbítás, egy rövidtávú hosszabbítás, de főként azt szeretnénk tudni, hogy miért kéri azt. Az uniós vezetők reakcióját nem tudom előre megjósolni, több lehetőség is van, de a lényeg, hogy határozott és alapos választ kell adniuk, a halasztás újabb bizonytalansági tényezőt jelentene, mondta Barnier. A biztos hozzátette, a tanács is elfogadta azokat az intézkedéseket, amelyekkel az EU igyekszik tompítani az esetleges rendezetlen kilépés hatásait. A német kancellár szerint lehetetlen előrelátni, mi fog történni csütörtökön az uniós csúcson, mert túl sok minden van mozgásban, de az biztos, hogy az EU-ban maradó 27 tagállam megfelelő és közös választ ad majd Londonnak. Március 29-éig harcolni fogok egy tisztességes Brexitért. Nincs már sok időnk, de azért még maradt pár nap. Per pillanat teljességgel értelmetlennek tartom az azon való lamentálást, hogy mi fog történni csütörtökön. Minden azon múlik, mivel áll elő Theresa May, mondta Angela Merkel. A brit kormányfő nem hivatalos értesülések szerint a Szigetország EU tagsága megszűnésének legalább június végéig tartó elhalasztását fogja kérni az Európai Uniótól.